Borok, illatok, színek, tájak, történetek. Minden héten egy téma és egy borász kerül előtérbe. Ez a Bormárka. Iránytű borkalauz a mindennapokra. Szeretettel köszöntünk mindenkit élőben egyenes adásból, méghozzá a budai vár falai között vagyunk. Egészen pontosan azért itt a napokban, ahogy kommunikáltuk a különböző felületeken, most már egy egészen konkrét GPS koordinátát épp nem, de majdhogy nem tudunk közölni önökkel, ugyanis a Savoyai terasz irányában vagyunk megtalálhatóak egészen délután 19 óráig. Szeretettel köszöntök mindenkit, a Bormárka szerkesztő műsorvezetője Gál Márk. Még szokjuk mi is az új helyszínt, a környezetet, mármint az új helyszín a rádió életében mindenképp, a fesztivál életében. Hála jó Istennek, azért már egy jól bejáratott helyszínről van szó. De ahogy ez általában a műsorunkban szokott lenni, vannak olyan műsorelemek, amelyeken nem változtatunk, még akkor sem, hogyha élő kitelepülésről beszélünk. Az egyik ilyen fixelem az, hogy hárman vagyunk a kis mobil stúdiónkban. Itt van velem elsősorban, most forgatok, mert hát mégiscsak a hölgyeket illik első körben bemutatni. Bauer Ildikót szeretném szeretettel köszönteni, nem csak szeretném, hanem köszöntöm is itt a Bormárka életében. Ő borszakértő, de ezt még kiegészítjük egy másik fontos információval. A Három Folyó Völgye Polgári Társulás elnöke. Egyenesen felvidékről, vagy barokkos túlzása most ezt mondom? Szeretettel köszöntünk, Ildikó. Én is köszöntök mindenkit, és köszönjük a lehetőséget. Így van, felvidékről. Hát tegnapi nap érkeztem nyilván az első napra, de Komáromból jöttünk. Mindjárt kibontjuk ezeket a szálakat, de még előtte itt van Zilai Zoltán, a mai társműsorvezetőm, és természetesen a fesztivál megálmodója. Szervusz, Zoli. Szervusz, Márk, szervusz, Ildikó, és köszöntöm én is a hallgatókat. Most kettős minőségben, mint társműsorvezető is, és mint a borfesztivál szervezőként, házigazdaként köszöntöm a hallgatókat. Mondjuk úgy jégtörő kérdésem mindkettőtöknek szól, hiszen túl vagyunk már egy napon, ami a borfesztivál idei kiadását illeti. Rövidke benyomások, gondolatok, mit tapasztaltatok, milyen volt a hangulat, milyenek voltak, Ildikó, az érdeklődők, a fogyasztók, milyen visszacsatolásokat adtak a különböző borokról, illetve még itt egy ilyen zárójeles kérdés, ez most neked, Zolinak nem, hogy a Három Folyó Völgy, aki nem hallott róla, mi az az érdekes információ, ami alap, és még valami extra is lehet a fogyasztók számára? Hát ugye alapvetően, hogyha a Három Folyó Völgyéről beszélünk, akkor azt tisztázzuk, hogy melyik az a három folyó, ez a Duna, Garam és Ipoly által körbeölelt és határolt területekről beszélünk. Azt szerettük volna ezzel a egyesülettel, illetve összefogással, az volt a célunk, hogy a Duna és az Ipoly és a Garam által határolt területeket összefogjuk borászati szempontból, illetve főleg turisztikai szempontból, mert ugye a dél-szlovákiai borvidékről beszélünk, és nagyon nehezen kommunikálható, nehezen behatárolható, a fogyasztók felé főleg nehezen kommunikálható, nem tudják, hogy hol helyezkedik el tulajdonképpen ez a borvidék, és emiatt szerettük volna, hogyha szerintünk legértékesebb és legjobb dűlőket összefogjuk egyé. Ugye most itt az esztergomi érsekségnek a volt szőlős kertjeiről beszélünk tulajdonképpen, ugye ez Esztergomnak a körülbelül 30 kilométeres vonzás körzete, és pár éve azt mondtuk, hogy szeretnénk azt közvetíteni, hogy együtt könnyebb, és szeretnénk, hogyha ezt a borászok is tudatosítanák, mert valahogy ez a közösségi munka, ez még ilyen gyerekcipőben jár nálunk, és szerettük volna, hogy motiváljuk a borászokat arra, hogy közösen dolgozzunk, de alapvetően ez egy turisztikai összefogás, tehát hogy nyilván a fogyasztóknak szeretnénk azt közvetíteni, hogy ez egy micsoda értékes borvidék, ahova el tudnak látogatni, és hát külön célközönség ilyen szempontból Magyarország, mert ugye itt van Esztergom, itt van Budapest, és sokan amiatt, hogy határon túlról beszélünk, azt gondolják, hogy ez egy messzi borvidék, vagy messze vannak a borászatok, miközben sokszor közelebb vagyunk, mint egy-egy magyarországi borvidék, mondjuk, hogyha Budapestről beszélünk. Úgyhogy erre szeretnénk alapvetően fölhívni a figyelmet. És hát ami info, ugye, mondjuk a magyar fogyasztók felé, hogy átjönnek a határon, és hát még mindig magyarul tudnak beszélni a borászokkal. Azt gondolom, hogy ez egy kényelem olyan szempontból, hogy csodaszép borokat tudnak kóstolni,
különböző stílusban, különböző fajtákból, és hát mégis ugye anyanyelven tudunk kommunikálni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy plusz mindenképp a fogyasztók számára. És hát, hogyha a benyomásokról kell beszélni, akkor alapvetően azt gondolom, hogy csak pozitívról tudok beszámolni így a tegnapi napról. Ugye tudni kell, hogy három borászatunk települt most ki így az összefogáson belül a Három Folyó Völgyével a borfesztiválra. Ez a Bona Winery, a Világi Winery és a Firmonia Organic Winery. Mind a három hasonló, de egyben különböző borászat is, mind volumenben, mind stílusban. És hát a fogyasztók közül nagyon sokan voltak egyébként számomra meglepően, akik azt mondták, hogy célzottan jöttek a felvidéki borokat kóstolni, úgyhogy ez egy nagyon pozitív volt számomra, és általában azért pozitív hangulatban is távoztak, úgyhogy a borok is tetszenek a fogyasztóknak, hát reméljük, hogy még az elkövetkezendő három napban is ezt fogjuk tapasztalni. Még csak annyi info, a pontosság és a teljesség kedvéért említetted, hogy most három borászat érkezett a borfesztiválra. Az összefogásban nagyságrendileg hányan szerepelnek? Hát körülbelül egyébként, aki ide látogat, van egy gasztrotérképünk, ahol ezek a borászatok megtalálhatók, illetve azok az éttermek, ahol mondjuk ezeket a borokat megtalálják a borvidéken belül, és az egy körülbelül ilyen 25 borászat, akit tulajdonképpen kommunikálunk a borvidéken. Ugye ez egy Komárom, Ipolyság, Érsekújvár háromszög, hogyha a térképre akarjuk helyezni, úgyhogy egy relatíve szélesebb borvidék, de abból is a legjobbakat válogattuk nyilván, akit tud fogadni vendéget is borkóstolóra. És ha már fesztivál első napja, akkor ki lenne hitelesebb, mint a fesztivál megálmodója, Zoltán? Milyen volt az első nap? Ha most egy gyors összefoglalót kellene róla mondani. Köszönöm a kérdést, nagyon elégedettek vagyunk, és tele örömmel, mert úgy tapasztaltuk tegnap egész nap gyakorlatilag, hogy estével, hogy szépen teltek meg a tereink, egyre több vidám arccal, jókedvű emberrel találkoztunk, nagyon igényes a közönség. A kiállítóink részéről is azt kaptuk visszajelzésképpen, hogy nagyon elégedettek, nagyon hozzáértő, érdeklődő a közönség, és mindezt úgy, hogy tulajdonképpen szórakozik mindenki közösségben, társaságokban összegyűlve. Én azt gondolom, hogy nagyszerű, szép nyári este volt, az időjárás fantasztikus, nagyon kedvező, a következő napokra is ezt ígéri a meteorológia, úgyhogy minden adott, hogy ez a négy nap egy igazi borünnep legyen, ahol a borkultúrát mindenki teljes szívből tudja élvezni és ünnepelni. Mondhatnám azt is, hogy bejött az a kívánság vagy jóslat, amivel elköszöntünk ma egy hete az adás végén, hogy az égiek is, ha velünk tartanak, akkor kiváló időt kapunk, és lőn. Ez olybá tűnik, hogy semmi akadály nincs attól, hogy bárki távol maradjon az idei fesztiváltól. És akkor vissza a délszlovákiai borokhoz, hiszen szerencsés helyzet az, ha már valaki kóstolt egyik-másik borászattól, de mi van azokkal, akik még nem? És talán itt most egy ilyen kis hídképzésnek is szánom ezt a kérdésem, kettőt az egyben alapon. Itt vagyunk a Budapest Borfesztiválon, ami egy lehetőség arra, hogy bemutassuk a délszlovák vagy felvidéki borokat. Fesztiválok tekintetében, Ildikó, ezt hogy látjátok? Mennyiben kulcsfontosságú, hogy meglegyen ez a kis kapocs? Akár nevezhetjük itt helyben direkt kapocsnak is. Hát azt gondolom, hogy szerintem a kollégák is megerősítenének abban, hogy kulcsfontosságú az, hogy egyrészt találkozzunk a fogyasztóval mi is, mint borászok vagy borászati tulajdonosok, hogy meglegyen ez a tényleg közvetlen kapcsolat, plusz ez az azonnali visszacsatolás, amit mondjuk a borokról tudnak mondani. Mi is ebből tanulunk, mi is ebből tudunk aztán fejlődni, és én tapasztalatból mondom azt egyrészt, mint akár fesztivál szervező a múltban, egyrészt, mint most, aki kitelepült borászattal, hogy nincs párja annak, amikor egyenesen tényleg tudjuk kóstoltatni a borokat, meg tudják a borásznak a nevét, a brandet be tudjuk van mutatni. Kötni. Igen, tehát hogy van egy sztori, amihez tudják ezt kötni, van egy élmény, és hát ezúton köszönjük meg a szervezőknek azt, hogy
hogy itt lehetünk, és hogy ezt számunkra biztosítani tudták, és egy gyönyörű helyszínen tudjuk bemutatni a felvidéki borokat. Páratlan, azt gondolom, maga a fesztivál is, és hát maga a fesztivál helyszín is. De hogy a kérdésre visszatérjek, én azt tapasztaltam, hogy hiába hirdetünk akár akciósan borcsomagokat, kóstolják meg, az a vevő, aki még nem találkozott egy új borászattal, és még tényleg nincs meg ez a kóstoló élménye, az nagyon ritkán vásárol vakon tulajdonképpen. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy már megkóstolta, akkor már bátrabban rendel mondjuk akár webshopon keresztül is az adott borászattól, vagy kereskedőn keresztül vinotékában, de amíg ő nem kóstolta meg azt a bort, addig sajnos ez tényleg ritkaság számban menő, hogy valaki kíváncsiságból csak megrendel, mert hogy új borászat. Itt volt a fogyasztói megközelítés, most forgassuk meg az érmét a másik oldalra. Hisz elhangzott már az a felvezetőben a három folyó völgy kapcsán, hogy lényegében ez egy összefogásként értelmezhető. Hát napjainkban, amikor az összefogás szót halljuk, aggatnak rá különböző jelző szerkezetet, de szerintem, ami ide kívánkozik és megállja a helyét, a kihívás. Mert mindenki piaci alapon működik, bizonyos tekintetben, de az összefogásnak van jótékony hatása is. Kérdés az, hogy mennyiben jelentett főleg kezdetekben esetleg nehézséget vagy akadályt ezt a kohéziót, ezt az összefogó magatartást kialakítani a borászok között. Látják és már felismerték azt, hogy egységben az erő? Hát most szeretném azt mondani, hogy igen, de sajnos azért még az elején is említettem, hogy ez még tényleg gyerekcipőben jár. Nem gondolom, hogy csak mi ránk jellemző, valószínű ez mindenhol így Közép-Kelet-Európában ez a szövetség és összefogás szavak, ezek valahogy így nem rezonálnak a kultúránkban, és ezt így tapasztaljuk is. Tehát én személy szerint, mint fiatal nő, aki szerette volna, vagy szeretné összefogni a borászokat, azért sokszor megkaptam azt, hogy vajon mi a hátsó szándékom azzal, hogy esetleg egy ilyen kezdeményezést indítunk, vagy valakinek mi a hátsó szándéka azzal, hogy van egy ilyen kezdeményezés, miközben semmi, csak annyi, hogy próbáljuk meg azt, amink van, azt közösen kommunikálni, közösen könnyíteni meg a saját dolgunkat igazából, mert hogy én saját magam tapasztalom a borászatban is, hogy tényleg, hogyha összetudunk fogni egy páran, akár ilyen nagyon, nagyon egyszerű történetben, mint egy palackrendelés, ami mondjuk Magyarországon már ugye egy pár helyen működik, hogy van a borvidéknek saját palackja, az megkönnyíti az én dolgomat, megkönnyíti a beszállító dolgát, hogyha tudja, hogy mennyi palackkal kell számolnia az adott borvidékre. Tudom, hogy én kicsiként nem kapok olyan árat, mint mondjuk, hogyha nagyban rendelem, és ilyenből tudnék X-et mondani, ami a borászatnak az életét tudja megkönnyíteni a mindennapokban, és hát nyilván ehhez hozzájön a borkóstoló, és a látogató, és a turista, aki ide tud jönni, és hogyha van egy összefogás, van egy kör, amit mondjuk akár ezen a térképen, vagy a térkép segítségével lát, akkor tudja, hogy ő itt tud tölteni 2-3-4 napot is, és akkor tudja, hogy melyik borászathoz tud elmenni, de ehhez kell a borászat is, aki azt mondja, hogy igen, ez a mi régiónk értékes, és azáltal értékes, hogy ez a sok-sok borászat, aki ezeket az értékes borokat elkészíti, és a fogyasztó elé tárja, oda menj el, és nézd meg azt is. Tehát, hogy remek, hogy itt vagy, nagyon örülünk neki, várunk vissza, de ezt és ezt és ezt még látogasd meg, és kóstold meg azokat a borokat is, mert ezáltal tudjuk szerintem a régiót erősíteni, és jobban kommunikálni. A fesztivál életében szoktunk gyakran beszélni itt az adásban is, hogy a magyar fogyasztó lokálpatrióta, tehát szereti a hazai borokat. Itt most mégis én hiszem azt, hogy akár ha az idei nagy vendégországra gondolok, vagy akár épp az Ildikóék példájára, egy külön kis ékszer gyöngyszemként tud funkcionálni. Erősíts meg, Zoli, vagy cáfolj rá,
rosszul gondolom ezt. Figyelj meg, most ne menjünk bele sikamlós dolgokba, de azt gondolom, hogy a patrióta, a magyar fogyasztó, hogyha felvidéki bort kóstol, akkor a szívéből fakadóan patrióta módon kóstol és válasz bort. Mi nagy örömmel adtunk helyet, és invitáltuk meg Ildikóékat, mert amikor először velük találkoztunk, akkor mi rögtön megéreztük az ő szándékok tisztaságát, azt, hogy ők valóban összefogásban, őszinte összefogásban gondolkodnak. Hiszem, meggyőződésem, hogy ezen a fesztiválon a megjelenésük fog nekik segíteni. Azok az üzenetek, amiket ők megjelenítenek, azok most sok emberhez el tudnak jutni. Ez egy missziója, küldetése is a fesztiválunknak, és mellesleg még olyan szempontból is nagyon hasznos, mert a vendégeink, a fesztiválra látogatók mindig keresik az újdonságot, mindig keresik az új borokat, az új arcokat, az új történeteket, és ezzel a kínálattal, amit most a felvidéki borászok megjelenítenek, nagyon jó borokkal, tehát teszem hozzá, én többet kóstoltam már, ezzel nagyon-nagyon nagy élményt és nagyon jó élményeket fognak adni, szerezni a látogatóknak, úgyhogy hajrá, jöjjön mindenki a következő három napban, nézzék meg, kóstolják meg ezeket a borokat, és beszélgessenek azok a szép, nyílt, áhangú mondatokkal, amit a felvidéki barátaink mondanak, és beszélnek, mesélnek a boraikról. Ildikó, milyen borokat kóstolhatnak a látogatók, illetve helyileg hol találhatnak meg benneteket a fesztiválon? Hát, hogyha legegyszerűbb, azt gondolom, hogy a 40-es és a 41-es standot keresni a térképen, és akkor mindenképp megtalálnak minket. Egyébként az központi információhoz nagyon közel vagyunk, úgyhogy ott található a két standunk. Ugye mindenki nyilván a legjobb borait hozta ide, azt, amit szeretne megmutatni, azt, amivel a régiót meg tudjuk mutatni. Úgyhogy vannak díjnyertes borok, remek rajnai rizlingjeink, vannak Pinot Noirjaink, ami ugye mi ugye kicsit északabbi borvidék vagyunk, úgyhogy a hűvösebb, klímát kedvelő szőlőfajták vannak jelen, de egyben a borvidék egyébként meg Szlovákia legnaposabb borvidéke, úgyhogy ott a legmagasabb a napos órák száma. Úgyhogy ezáltal tényleg nagyon szép borokat tudunk kreálni, illetve tudnak a borászok kreálni. Vannak itt a borászatoknak az alaptételeik, és hát nyilván vannak a presztízs zászlós hajós tételeik is, úgyhogy egy szép borsort tudnak mind a három borászatnál kóstolni. Azt hiszem, hogy így vált kerek egészé a beszélgetésünk. Nem mehettünk el úgy, és nem zárhattuk le a beszélgetést úgy, hogy a borokról érdemben ne legyen szó. A Bauer Ildikónak, borszakértőnek, a Három Folyó Völgye polgári társulás elnökének nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál a Bormárkában. További jó élményeket, beszélgetéseket kívánunk nektek, mi pedig a szünet után folytatjuk, akkor már a gasztró élményekről beszélgetünk. Tartsanak velünk! Ez a Bormárka. Iránytű borkalauz a mindennapokra. Már is folytatódik a Bormárka, továbbra is itt vagyunk a 32. Budapest Borfesztiválon. Gál Márk, Zilai Zoltán a társműsorvezetőm. Történt egy helycsere, már is átállunk. Eddig beszéltünk a borokról, most sem feltétlenül szorul háttérbe, hogyan is szorulhatna, hiszen a Budapest Borfesztiválon vagyunk, de most az ételekre helyezzük jobban a hangsúlyt, és ebben pedig segítségünkre van Andrejszky Richárd, a Chef Market vezérigazgatója. Szeretettel köszöntünk Richárd itt a Bormárkában. Köszönöm szépen, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat, nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek veletek, és köszönöm szépen a Borfesztiválnak, hogy lehetőséget biztosít nekünk arra immáron második éve, hogy ide hozzuk Magyarország rangos éttermeit egy gurmé udvar keretében, és gyakorlatilag gurmé falatokat, fine dining falatokat kínáljunk a látogatóknak. Na, induljunk is ki ebből, pingpongszerűen megyünk, én a jégtörő kérdéssel, aztán pedig Zoltánnél lesz a szó. Ha említetted is, hogy második alkalommal, akkor röviden milyen tapasztalatokat sikerült levonnotok a tavalyi esztendőből, és gondolom ezek alapján készültetek az idei, hát nem azt mondom, hogy megmérettetésre, de mindenképp a kínálatot e szerint alakítottátok, vagy nem? A tavalyi év nagyon sikeres volt. Minden egyes évben csinálunk egy ilyen pozitív, illetőleg javítani való checklistet a kollégáimmal. Mi azt láttuk, hogy nagyon szereti a borkedvelő közönség ezt a gurmé udvart, viszont változtatnunk kellett egy picit az összetételem. Még inkább elmentünk a fine dining irányába. Felhoztunk idén egy Michelin csillagos éttermet, a 42-t. Ezen felül pedig még változatosabb lett, még nemzetközibb lett maga a kínálat. Jött a Bombay,
indiai ételekkel, tavaly is volt már japán, illetve távol-keleti ételekkel a Yama, maradt a Félix, jött gyakorlatilag a 42. Michelin csillag, és azt gondolom, hogy a fellegvára a gourmet és fine dining ételeknek Franciaország, úgyhogy jött a Pavillon de Paris. No, hát elég széles, és mondhatjuk, hogy bőségesen nemzetközi kínálat is szerepel a választási lehetőségek között. Ha borok és ha ételek. Beszéljünk a továbbiakban erről, mert szerintem ez a mai napig egy olyan izgalmas kérdés, ami egy felér egy kísérlettel. Igen, igen, de azért ne felejtsük el, hogy egy borfesztiválon vagyunk, szerencsére sok ezer látogatóval. Egy ilyen rendezvénynek nagyon fontos, hogy a több órás itt tartózkodás alatt a vendégek számára ne csak a borkóstolás lehetőségét adjuk meg, hanem legyen étel, borkorcsolya, ami a borkóstolást segíti. Na most ezt haladtuk meg az elmúlt években, ezt az alapigényt, és most már ott tart évek óta a rendezvény, hogy a gasztronómiára olyan szinten van szükség, olyan funkciója is felértékelődött, hogy ez legyen egy élményszerző program, egy olyan önállóan is lábán megállni képes program, amiért akár csak az ételek szerelmesei is föllátogatnak, eljönnek és meglátogatják a borfesztivált. Ezt valósítjuk meg itt a Gurmi udvarban. Egyébként hozzáteszem, hogy a fesztivál többi udvarán is évek óta egyre inkább nem a klasszikus fesztiválkonyha, hanem egyéni, egyedi, különleges és helyben készített, az átlagnál különlegesebb és eredetibb ételek kerülnek árusításra és fogyasztásra. Tehát egy olyan programelemmel bővült így a borfesztivál, aminek nagyon nagy a sikere, és ez azt is mutatja, hogy az a vendégkör, aki most már évek óta minket meglátogat, felkeres, azok számára nem csak a borkultúrának a bor része, hanem a gasztronómiai kultúrának most már az étel és a bor együttes élvezete fontos, hozzáértő közönség. És azt gondolom, hogy a tegnapi szép nyári este is a hihetetlenül jó hangulat az azért is tud kialakulni, mert kiváló borok, jó beszélgetések a borászokkal, ezekhez kiváló programszerűen megismerhető ételek, olyan személyzette van a séfek, sépkabátban a standok mögött, akikkel megint csak beszélgetni lehet. El a minute, ott helyben készül az étel, ott az élménye a látogatónak, hogy ott serceg az olajban, a vajon, a befejező műveletet látja a serpenyőben a vendég. Ezek olyan élmények, amik hát pótolhatatlanok, és mindezt, és ez a slusszpoén szerintem, hogy a vendégeink nem egyesével, kettesével érkeznek, hanem társaságban. Tehát egy olyan társasági együttlét, ahol ilyen díszletek között egy nyári este lenni, ilyen borokkal, ilyen finom ételekkel, ez világszám. Tehát én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk. Mi most már talán szerénytelenül hangzik, de azt mondjuk, hogy Európa legszebb borfesztiválja, de lehet, hogy nem csak a legszebb, hanem a legjobb is. És nagyjából talán feltételezem, és erősíts meg, Richard, hogy ez a tapasztalat általatok is, ahogy utaltál is rá az imént egy néhány perccel ezelőtt, hogy most idén még nagyobb hangsúlyt helyeztetek a fine diningra. Elmondható az, hogy részint pont a fesztivál közönség, ha más nem, akkor a környezet, ahol vagyunk, a budavári palota falai, ez mind kéz a kézben együtt jár? A helyszín, ahhoz én ezt tavaly is elmondtam, egy csoda. És ehhez a csodához nagyon fontos, hogy megfelelő minőségű ételek társuljanak. Ha itt felhoznak nagyon sok kiállító, egészen magas színvonalú borokat, sámpájnokat, ugye, akkor azok mellé olyan ételek is dukálnak, amit ha az ember elmegy a belvárosba, akkor kóstolhat. Idén először bevezettünk egy borpárt is. Minden egyes étteremnél adnak egy fogáshoz egy hozzá kiválasztott bort, így úgy érezheti a fogyasztó, mint hogyha adott esetben egy Michelin csillagos étterembe ülne, és egy borpárral kóstol együtt egy fantasztikus fogást. Én azt gondolom, hogy ezek olyan újítások, amik nem csak Magyarországon újak, hanem amit beszélünk, hogy a világon is. Nagyon sokat utazom, nagyon sok nemzetközi fesztiválon veszek részt, ennek van egy része zenei, egy része pedig gasztrofesztivál, és azt gondolom, hogy ezzel a panorámával, ezzel a minőséggel sehol se találkozhatunk.
ez az unikalitása, vagy az egyik legalábbis a Budapest Borfesztiválnak. Megragadnám még ezt az utolsó gondolatot, amit említettél, a nemzetközi fesztivál jelleg. Nem célom az a kérdésem, hogy összehasonlítsuk a Budapest Borfesztivállal, hanem egy trendet le tudunk-e követni gasztrovonalon elsősorban. Milyen benyomások értek téged, és az, hogy összevetve a hazai fogyasztókkal, milyen irányba mozdulunk el most mi itt Magyarországon gasztrovonalon? Gasztrovonalon azt lehet látni, hogy nemhogy elérjük a nemzetközi szintet, hanem azt látom, hogy sokszor meg is haladjuk, sőt, néha egy picit előre is szaladunk. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a fogyasztóra koncentráljunk, rájuk fókuszáljunk. Néha olyan újítások is jönnek el, ami majd csak esetleg később fog tudni a fogyasztónak beépülni magába, az érzékelésükbe, az élményvilágába. Itt most azt kértem minden egyes étteremtől, hogy közérthető, de különleges fogásokkal jöjjön. Ezt fejtsük meg, adhatsz akár egy-két példát igen, is. Igen, igen. A 42 például malac terint hozott. Az az előételük, és ahhoz van egyébként borpár is. Vagy említhetném azt, hogy a Félix rántott hússal készült. A Pavillon de Paris kihozott egy halat kenyérrel, kovászos uborkával. Ja, és Bœuf Bourguignon is lesz, ugye a franciáktól, a klasszikus francia étel, burgundi borral. Így van. Ezek fontos dolgok, mert van a közönségnek egy jelentős része szeretne hazai ízeket kóstolni, vagy olyan ízeket, amelyeket ő megszokott már, csak lehet, hogy egy picit más köntösbe fogjuk ezt tálalni. És ha mellé még kóstol egy olyan bort, ami tágítja az ő tudatát, akkor azt gondolom, hogy segítjük ezzel a borászokat is, mert a borfogyasztás felé sokkal inkább fognak fordulni az emberek. És ehhez pedig egy remek kulcs lehet a gasztronómia, hogy ráerősítsen adott esetben, hogy igenis nem csak, hogy külön-külön érdemes finom ételeket, finom borokat fogyasztani, hanem ez a kísérleti jelleg, amire utaltam néhány perccel ezelőtt, működik, és hozhat egyfajta játékosságot, egyfajta kalandot is, és mindehhez pedig lehetőséget nyújt a Budapest Borfesztivál. Tehát kéz a kézben mondhatni működik a Chef Market által kínált, hát nem azt mondom, hogy szortiment, azt inkább borokra mondanám, de a felhozatal, és ez kiegészülhet jól a borokkal. Egy szónak is száz a vége, most Zolira nézek inkább. Pontosan a köztetek lévő kapcsolatot fejtsük egy kicsit ki, ezen a gondolatsoron tovább haladva, amiről az imént beszéltünk, hogy a Budapest Borfesztiválnak, bár még csak ez a második esztendő, hogy ez az együttműködés itt megvalósul, de hogyan látjátok, lehet ez egy nem csak szilárd alap, hanem egy irányvonal, amit tovább érdemes erősíteni a jövőben? Feltétlenül a magam részéről, de ezt megbeszéltük Riárdal már korábban is. Az elmúlt két év közös munkája azt bizonyítja egyrészt, hogy az a ötlet, az a koncepció, hogy a borfesztiválnak a gasztronómiai kínálata az egyre magasabb szintű legyen, és tényleg egy gurmé színvonalat érjen el, egy kis mini gurmé rész is legyen a sok jó bor a szuperborok mellett. Ez egy nagyon működő és nagyon élethez igazodó törekvés. És ez a közös tapasztalat az is, hogy nagyon ráéreztünk a közös hangra, egy nagyon megerősödő bizalom van a két vállalkozás között, a két cég között is. A kollégáink nagyon jól dolgoznak együtt, mi is a Riárdal nagyon megértjük egymást, és ez nagyon fontos ezekben a szervező munkákban, hogy itt nem lehet 20 oldalas szerződések mentén dolgozni, hanem itt nagyon, nagyon megbeszéltük, kezet fogtunk rá, tudjuk, hogy egyre gondolunk, ez ilyen módon működik, és az is jó érzés, hogy lehet még amely világban így dolgozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy hosszú távú történet, hosszú távú közös munka, mert az egyértelmű számomra, hogy a fesztiválnak ez a jövője, hogy egy olyan nagyon igényes prémium esemény legyen, amire a magyar igényes vendégek, a külföldiek eljönnek ide, el akarnak jönni, amelyik ide vonzza a külföldieket, és valóban egy olyan Budapest és ország imázs formáló rendezvény lesz, amelyik hát egyedülálló, és ezt elismeri mindenki, aki az ágazatban, az ágazat körül dolgozik és döntéshozó. Richard, nem úszod meg, tessem, ez a fix kérdés a mai alkalomnak a vendégeink irányába. Túl vagyunk egy napon, lezárult az első napja a fesztiválnak. Milyen benyomások, visszajelzések érkeztek hozzátok?
igazából most fog elállni a szavam. Történelmi pillanat a bormárkában. Szuperlatívuszokba tudok beszélni az első napról. A kollégáim, mindig megbeszéljük, van egy várakozásunk, van egy tervünk, hogy mit várunk. Én vagyok egyébként általában a legoptimistább, és ez még azon felül sikerült, frenetikus siker volt az első nap, azt ki kell jelenteni. Egyszerűen teltházzal mentünk végig, nem tudtuk az embereket hazaküldeni. Ezt a Zoli meg fogja tudni erősíteni, tehát nekem kellett a biztonsági embereket nyugtatni, és utána az embereket megkérni, hogy távozzanak. Hogyha nincs záróra, akkor én azt gondolom, hogy 3-4-ig itt maradtak volna az emberek, akkora siker volt. Amit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy itt egy olyan együttműködés jött létre kettőnk között, és annyira rendkívül elkötelezett vagyok ebbe, mert az a minőség, ami itt van, és az megerősítik a vendéglátóegység, az nincs sehol máshol. Pedig vannak fesztiválok, más neves fesztiválok is, de az, hogy ide föl tudunk jönni, látjuk a Dunai panorámát, olyan minőségű borokkal, pezsgőkkel, kávákkal, proszekkókkal, vendégországokkal találkozunk. Ide jönnek a borászok, ezt az Zoli nagyon jó, ez egy nagyon fontos dolog, hogy közvetlenül tudnak a fogyasztókkal beszélni, és a fogyasztóknak itt van lehetőségük beszélgetni egy picit a borkészítésről, vagy ez az évfolyam, vagy ez az évjárat miért más, mint az előző. És ehhez adunk gyakorlatilag belvárosi csúcsértelmeknek a kínálatát, azt gondolom, hogy le a kalappal, és én nagyon elkötelezett vagyok, és nagyon remélem, hogy ez hosszú távon így is fog maradni nekünk egymással. Kicsit lehet, hogy talán viccesebb vagy megmosolyogtató lesz a kérdésem, de pusztán a személyi kíváncsiság bújik belőlem elő. Én nagyon nem szoktam azt szeretni, és feltételezem, hogy ezzel nem vagyok egyedül, akármilyen fesztiválon, így mondjuk a zárórához közelítve, éppenséggel előfordul, hogy megéhezem, és elmegyek az egyik-másik általam kinézett kedvenc, mondjuk azt, hogy street foodoshoz, vagy gasztróshoz, és már azt mondják, hogy sajnálom, már elfogyott. Akkor tegnap itt mondtad, zárás közelében még mindig nagyon sokan voltak. Üres gyomorral senki nem távozhat. Nem, sőt, biztatok is mindenkit, hogy jöjjön fel mi hamarabb, és nem csak a vacsora időben, hanem már kora délután tud különböző fogásokat fogyasztani. Az éttermek alaposan bekészültek, van háttértár is, jó magunk készültünk hűtőautóval is, amivel segítjük őket, úgyhogy alapanyag az lesz. Ha kell, akkor a Chef Market majd fel fogja hozni, akár vasárnap is. Apropó vasárnap lesz egy egyedülálló kezdeményezésünk, ami még nem volt. Ezt úgy hívják, hogy Sunday Brunch. Ezen a 11-től 2-ig tartó eseményen 400 szerencsés vásárló lehetőséget kap arra, hogy élő jazzzenét hallgasson itt fent, ajándékba fog kapni a jegy mellé egy pohár champagne-t, és minden éttermet végig kóstolhat természetesen a jegy árába. Akik pedig úgy döntenek, hogy ezután is maradnak, akkor nekik természetesen arra az egész napra az a jegy az érvényes lesz, sőt, ez egy VIP jegy lesz, és a VIP-ban a mi vendégszeretetünket is élvezhetik. És ha már VIP, ez idén egy újdonság olyan tekintetben, hogy bárki, aki előzetesen jegyet váltott erre a csomagra, akár a Sunday Brunch-ra, vagy pedig a napi VIP-re, az még extra szolgáltatásokban is részesülhet. Zoli, zárásként erről egy-két gondolat, illetve vegyük elő a képzeletbe egy kristálygömbünket, hogy ha azt mondta az imént Richard, hogy a frenetikus volt az első nap, hogyan lehet ezt überelni a következő, a mai, illetve a következő kettőben? Én azt gondolom, hogyha meg tudjuk ismételni, az is nagyon nagy siker, és valóban ez a VIP-es szolgáltatás, ez egy komoly igény volt az elmúlt években, ezt idén próbáljuk ki először, nagyon jó visszajelzések vannak, a mai napra már elővételben azt hiszem nem is lehet vásárolni, a helyszínen, aki idejön, annak még megvan a lehetőség, hogy egy kicsit rendezettebb, meg kényelmesebb körülmények között nyugodtabb beszélgetéseket folytatva tud beülni VIP helyre, vagy egy picit bulizósabb helyre, mert mind a kettőre van opciónk, úgyhogy két területen, két eltérő kialakított
helyen működnek ezek a VIP területek is, és hát itt várjuk akkor a vendégeket. Egyébként az egész borfesztivál egy nagy VIP esemény. Andrész Richárdnak egyrészt köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál a Bormárkában, és kívánom azt, hogy a következő napokban hát ne az legyen, hogy te kelljen majd nyugtasd a biztonságiakat, de hogy ne unatkozzatok, és úgy érzem, hogy nem fogtok. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltál. Zilai Zoltánnak nagyon szépen köszönöm a kettes mi voltát. A múlt héten is ez így volt, akkor te voltál a vendégünk és a társműsorvezető, most is nagyjából ez a kettes működött. Mit kívánjak, Zoli? Minden úgy történjen, ahogy a tegnapi nap, és akkor egy nagyon szép esemény lesz. Probléma nélkül, baleset nélkül, mint egy fesztiválon a tömegek mozognak, ez nagyon fontos. Így valósuljon meg ez a következő három nap. És igazából én azt gondolom már külön kívánás nélkül is ez egy nagyon jó hangulatú, sikeres rendezvény lesz. Nagyon, nagyon sok örömöt szerzünk az embereknek, és ez nekünk nagyon jó érzés. A Trend FM-mel pedig 19 óráig itt a helyszínen találkozhatnak. Ne feledjék, óránként legközelebb 15 óra 45 perc körül jelentkezünk újabb vendéggel. Maradjanak addig is velünk, és jöjjenek ki a helyszíntre, viszont hallásra. Ízek, borvidékek, történetek, Bormárka. Minden pénteken délután a Trend FM-en.